Akkor beszéljünk arról, hogy milyen robogót javasolnék tuningra. Tuningra olyan robogót javasolnék, amihez könnyű, jó minőségű tuning alkatrészeket kapni. Mivel hogy általában ezek a gyártók, a Polini, Malossi, Stage 6 olasz gyártók, általában a sajátjukhoz gyártanak leginkább tuning alkatrészeket, ami olasz. Innét kizárnám a Suzuki-t és a Honda-t, ezekhez nehéz jó minőségű alkatrészt beszerezni itt errefelé. Amit javasolnék, az például a Yamaha, ami egy Minarelli blokkos termék, általában még Olaszországban is gyártották, tehát hozzá lesz jó minőségű alkatrész. Aztán a másik, a személyes kedvencem, a Piaggio Concern termékek, azokhoz pedig könnyű lesz jó minőségű alkatrészt gyártani, pont ezért, mert legfőképpen hozzájuk csinálják a tuning alkatrészeket. Mutatom akkor, hogy milyen részekre kell figyelni, mielőtt kiválasztunk egy adott típust. Két fontos dolog, az egyik az, hogy vízhűtéses legyen, a másik pedig, hogy hátul tárcsafékes legyen. Akkor most, hogy így nagyjából átbeszéltük, hogy milyen szempontokat kell figyelmet kísérni, így mondanák pár típust is, például a Yamaha Aerox, az Aprilia SR-ből a Köreser, az Balaguti F12, ezek Minarelli blokkkal szereltek, mindegyikből lehet kapni tárcsafékes, vízhűtéses verziókat, amik tök jó alapnak. Aztán a másik irány, ami nekem közelebb áll a szívemhez, mert jobb eredményeket lehet elérni, az a Piaggio blokkkal szerelt motorok. Ilyenek lesznek például az Aprilia SR-ből a Street, vagy pedig a Factory. Aztán a Piaggio Energy MC4-es, akár 3-as is, teljesen mindegy. Illetve mondjuk a Gilera Runner, amik ugyanezzel a blokkkal szereltek, mindegyikből van vizes tárcsás kivitel. Itt azért szeretem jobban őket, mert könnyebb belőlük jobb eredményt kihozni. Ami miatt ezek közül nagyjából az két Aprilia SR, újabbik SR közül választani, az a jobb első futómű. Nagyjából a Piaggio Concern termékek azok nehezebbek lesznek, szemben a Yamaha Aerox-szal és társaival. Cserébe, vázverebségbe kárpótolnak ezért. Végül kommentbe írd meg, hogy neked miért az a kedvenced, és miért pont azt választottad.